teljesíteni, 100%-ba csak akkor tudjuk a kiadásokat, ha a bevételeink is 100%-ba teljesülnek. Benkő Zsolt számára ez az összefüggés, ez mond valamit, érthető? Ez ön tudja követni ezt az összefüggést? Tehát amikor ön panaszkodik arra, hogy kifizetetlen számlák vannak, az önök költségvetésében kevesebb, mint, vagy több, mint egy harmad az, ami nem jön be egyszerűen. És önök megtervezték. És betervezték. Hegedű Zoltán képviselő parancsolja. Igen, értjük. Én inkább attól tartok, hogy a, majdnem azt mondom, hogy televízió nézők, de hát a hallgatóság, vagy a Facebookos közvetítést követők nem biztos, hogy értik, hogy egy költségvetés nem arról szól, hogyha mi megterveztünk 24 milliárd forint bevételt, hogy az biztos, hogy teljesülni is fog. Nem azt jelenti, hogyha terveztünk 24 milliárd forintnyi kiadást, hogy az biztos, hogy teljesülni is fog. Költségvetési terv. Tervezünk. Most az idei esztendőben, irodazat azon jól emlékszik, közel 60%-on teljesült már a bevétel. Szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben 56%-on teljesült évvégére. Tehát jobban állunk most, mint tavaly. Tavaly mégsem volt csődhelyzet, mégis működött minden. Azért, mert ehhez kell hozzáigazítani a kiadásokat. Most nem állunk rosszul, hiszen 60%-on vannak a bevételek, és 31-2%-on a kiadások. Az a lényeg, hogy a kiadás ne legyen több, mint a bevétel. Ennyi. Nem arról szól, hogy 100%-on teljesüljen. Szembe terveztük olyan bevételeket, ami vagy teljesül idén december 31-ig, vagy nem. Lehet, hogy jövő márciusban fog teljesülni. Az majd akkor átkerül a 2019-es költségvetésbe. Tehát, hogy értsék a kívülállók is, hogy hogyan működik a költségvetés. Tehát ez nem olyan, mint egy vállalkozás. Egy vállalkozás esetében ez másképp működik, és hát ott nem költségvetésről, hanem üzleti tervről beszélünk, de ott is vannak olyan tételek, amelyek vagy bejönnek, vagy nem, vagy teljesülnek, vagy nem. De ebben az esetben, hogy egy költségvetés esetében ezt kell egyensúlyban tartani, hogy a kiadások és a bevételek legyenek egyensúlyban. Ha 60%-nyi bevételünk jött be ebben az esztendőben idáig, akkor ennél többet ne költsünk el. Ettől nagyon messze vagyunk. Köszönöm. Először köszönöm. Tényleg reményt adott. Egy lámpa kigyúlt, úgy látom, a szemében, mint az értelem csillált. Fölgyúlt egy lámpa, és amikor azt mondta, hogy a kiadás ne legyen több, mint a bevétel, ezzel mindent megválaszolt Benkő Zsolt képviselő úrnak. Ugyanis önök eddig azzal támadtak engem, hogy miért nem fizetjük ki a betervezett kiadásokat. És ön megválaszolta ezt a saját kérdésüket. Ilyen egyszerű. Látja, fog ez menni. Borzasztóan örülök neki. Tényleg, Benkő Zsolt képviselő, hallgasson képviselőtársára. Ilyen egyszerű. Az, hogy önök most reklamálják azt, hogy nem lett minden kifizetve, tavaly nem volt önnek olyan ellenzéke, annyira populista és demagóg lett volna, és nem volt természetesen többsége a képviselőtestületben, hogy önöket számon kérték volna. Azért tavaly, ugye most én nekem reklamálnak, hogy a kiadásoknak egy része nem teljesül, tavaly kevesebb, mint 60%, azt hiszem 53, vagy valamilyen százalék a teljesült a kiadásoknak, amit beterveztek. Akkor miért nem reklamáltak? Akkor nem volt gond az, hogy be volt tervezés, nem fizették ki ennek, annak, amannak, hogy nem fizették ki a számlákat? Most sokkal jobb százalékba fogjuk kifizetni, megnyugtatom, mint tavaly.